Adán elsőként a Szavazzon a Jobb Életre Boris elnevezési elnevezésű választási lista képviselői gyűjtöték össze a kellő mennyiségű aláírást, hogy indulhassanak a helyhatósági választásokon. A listának fele párton kívüli személyekből áll, amit azért tartottunk fontosnak, hogy minél jobban biztosítani tudjuk a következőkben az információ áramlást a polgárok, illetve a a Vajdasági Magyar Szövetség Pásztor István elnevezési választási lista képviselői ezen a településen másodikként tudták átadni a szükséges aláírásokat a Községi Választási Bizottságnak. Mai nap folyamán gyűjtjük össze itt Adán a, a köztársasági parlamenti listának a támogató aláírásait, holnap Törökfalon, holnap után pedig Maholon a Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége tíz községben indul önállóan a helyhatósági választásokon, köztük Adán is. Mi tegnap elkezdtük az aláírás gyűjtéseket, és ma, holnap és pénteken folytatjuk. Én, bár én azt gondolom, hogy pénteken már nem lesz szükség aláírás gyűjtésre, hiszen a jelek azt mutatják, hogy nagyon jó a visszajelzés. A VMDK csütörtökön délután 4-től este 8-ig a Moholi helyi közösség könyvtárában gyűjti az aláírásokat. A Magyar Polgári Szövetség aláírás gyűjtése is a tervezett ütemben halad, nyilatkozta a Panoner TV-nek Sas majd hozzátette, várhatóan a hétvégén át is adják listájukat. A Vajdasági Szociáldemokrata Liga adai listavezetője vezetője Adanko Angila telefonon nyilatkozott a Panoner TV-nek. Az aláírásokat már összegyűjtötték a helyhatósági választásokra, az utolsó simításokat követően átadják listájukat a községi választási bizottságnak.